Február elején két helyszínen, Siófokon és Kecskeméten rendezte meg a 4. Agrofield Akadémia konferenciát az Agrofield SME Kft. A számos gyakorlati szempontból hasznos és érdekes téma mellett ezúttal egy igazán úttörő technológiai megoldás is helyet kapott az előadások sorában. A minimum till, illetve a no-till, vagyis a talajművelést részben vagy egészben elhagyó növénytermesztési módszer. A mi esetünkben egy öntözési projekt, egy általai öntözési projekt indította ezt el, hogy magát az öntözőrendszert a talajműveléssel nagy biztonsággal ne szedjük össze. Ezért akkor miért ne indulnánk el a no-till irányába. Megnézzük, hogy hát mennyivel lesz több a felétől, hát ettől sokkal kedvező tapasztalatokat kaptunk, hál' Istennek. Ennek folyamányaként vagy nyomán ugye szerveztünk egy Egyesült Államokbeli körutat, ahol egy jó kis csapattal egy 5000 kilométert utazva mentünk gazdaságról gazdaságra, és gyűjtöttük a no-till-es és az egyéb hozzá kapcsolódó tapasztalatokat, és úgy gondolom, hogy a kinti referenciák alapján abszolút releváns kérdéssel foglalkozunk. A no-till technológia alapja a talajkímélő termelés, de nem elhanyagolható, számszerűsíthető előnye, hogy minimálisra csökkenti a mezőgazdasági erő és munkagépek földeken eltöltött üzemidejét, így csökkenthető az üzemanyag és szervizköltség, de a munkaerőigény is. A technológia azonban hazánkban még nincs kiforva, sok a kérdés, ami jogos kétkedést ébreszt a gazdálkodókban. A módszer hiába működik óriási területeken az Amerikai Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban lényegesen más a csapadék szituáció, illetve ahol nem is más, tehát hasonló Nebraska, Kansas államokban mondjuk a csapadékellátás és a hektikusság, mint nálunk, de akkor is van tél. Mi nálunk a klíma az a gyakorlatilag a tél nélküli, hó nélküli és fagy nélküli szituáció irányába megy, ott pedig kőkemény minuszok vannak, akár több láb mélyen átfagy a talaj télen, és ez nyilván egész másfajta élettereket biztosít az állatoknak, az állatvilágnak, vagy a betegségeknek, akár a porlátozók, akár a gyomnövényeknek is. Az Agrofield SME szakembereinek álláspontja szerint a közvélekedéssel ellentétben a no-till technológia egyik legnehezebb része nem is a gyomnövények kezelése, különösen annak fényében, hogy az okszerű glifozát felhasználás még évekig biztosított, hanem a rágcsálók, valamint a moly elleni küzdelem. Utóbbi az Egyesült Államokban a GMO segítségével megoldódott, pocokkal és hörcsöggel pedig a szakmai út során nem is találkoztak. Ami vannak tapasztalatok rágcsálóval, hogy ugye itt hallottuk az előadásban is, hogy folyékony ammóniát használnak nitrogén utánpótlással, és egy nagyon erős repellens hatással bír minden gerinces szervezet irányába, és gyakorlatilag eltűnnek a területről. Tehát ugye ez nagyban fölforgatná a magyarországi kukoricatermesztés és annak tápanyag utánpótlását, de lehet, hogy a vége az lesz, hogy ennek lesz egyfajta húzó ereje mondjuk az ammóniás nitrogén utánpótlás irányába. Mivel a technológia új, így a jövőben is sok kísérletre lesz szükség. Az Agrofield SME Kft. Által elindított termelői klub az on-farm kísérletekkel ebben is segítséget nyújt a termelőknek, legyen szó kis vagy nagy parcellás tesztekről. Teljesen termékfüggetlen, és a konkrét kísérleti és korszerű agronómiai eredményekre alapozva indít el akár új irányokat, vagy alapozza meg már korábbi irányoknak az adatszerű alkalmazást, tehát az adatait korszerűsítve segíti a környezeti és ökonómiai értelemet, tehát közgazdaságilag is fenntartható gazdálkodást. Eleve a klubban már az alapító tagokkal négy helyszínen, négy növényben, egy négyes vetésforgóban osztott, üzemi osztott parcellákon hasonlítjuk össze gyakorlatilag a no-till eredményeket statisztikailag kiértékelhető módon, aminek az első eredményeit már gyűjtjük is. A no-till technológia magyarországi lehetőségeinek megismerése érdekében tehát több Agrofield kísérlet is zajlik, ami mellett a termelői klub tagjaival egy amerikai szakértő, Jim Leverick, a Wisconsini Egyetem mezőgazdasági és természeti erőforrások tanszékének professzor emeritusza is megosztja tapasztalatait. A vele készült interjúnkat az Agroforum No-Till videósorozatának következő részében láthatják.